Családja, barátai, egykori tanártársai, tanítványai, tisztelői a hosszú temetőben kísérték utolsó útjára. Az életének 77. esztendejében súlyos betegség után elhunyt Barabás Zsoltot, a Vasvári Pál Gimnázium és az Ibli Miklós Szakgimnázium pedagógusát, a Kodolányi János Egyetem volt tanszékvezető testnevelő tanárát, a magyar kézilabdasport egyik meghatározó egyéniségét. Brunner Vilmos református lelkipásztor búcsúbeszédében a megemlékezés és a visszatekintés mellett Pál apostol jövőbe mutató gondolatait is megidézte. Szeretünk Hamvajnál visszafelé is, és előre is tekintünk. Gondolatainkban, szívünkben magunk elé idézzük azt az életutat, amit megtett. De az elkövetkezőkre is nézünk. Hogyan tovább? Barabás Zsolt a fehérvári Vasasban kezdte kézilabda pályafutását, majd főiskolai tanulmányai alatt szerepelt a budapesti TFS-e együttesében is. Játékos karrierjét a székesfehérvári MÁV előre együttesében zárta le 1973-ban, mindössze 26 esztendősen. Edzői pályafutása meg annyi sikert és megerősítést hozott számára. 24 évesen már a járműjavító ifjúsági gárdáját irányította, majd rövidesen rábízták a felnőttek vezetését is. A moszkvai olimpia évében 1980-ban a női junior válogatott szakvezetője lett. 6 éven át dolgozott velük, aztán következett az igazán nagy kihívás, a felnőtt női válogatott szövetségi kapitányi posztja. 1986-tól 2 éven át látta el ezt a megtisztelő feladatot. Ezt követően Kuvaitban vállalt munkát, majd hazatérése után átvette a Tiszavolán NB1-es férfi kézilabda csapatának irányítását. 2 évig vezette a szegedi férfiakat, majd Pécsett a női első osztályú együttest edzette, hogy aztán hazatérve Székesfehérvárra az Alcoa Köfém női csapatának kispadján bizonyítson. Egykori tanítványa Bécsi Andrea visszatekintésében szívhez szóló gondolatokkal idézte meg azt a felejthetetlen időszakot, amelyben nem csak a játék alapjait, csínyát, bínyát, de a szeretetet is megkapták mesterüktől. Diákjai, játékosai rajongó szeretettel és tisztelettel vették körül, hiszen emberi tulajdonságaival, magas szintű szakmai munkájával nagyon sokat tett szeretett sportágáért. Emlékét megőrizzük.